A Szent Márton és a Koldust ábrázoló festmény a Washingtoni National Gallery-ben látható festménynek egy redukált, kisebb méretű változata, tulajdonképpen egy úgynevezett rekordó, amely a műhelytagok és a későbbi megrendelők számára egyfajta mintaképként szolgált. A festményen Szent Mártont a középkorban is nagyon népszerű szentet láthatjuk, aki a római birodalomnak a keresztény korszakában született, Szavária, a mai Szombathely városában, és később túrpüspöke lett belőle. A jelenet a legendájából az egyik legnépszerűbb epizódot ábrázolja, amikor Amiens kapujánál Szent Márton egy didergő koldussal találkozott, és megfelezte vele köpenyét. Később álmában megjelent neki Jézus, a köpenyt viselve, és ekkor vált világossá számára, hogy tulajdonképpen ő Jézust segítette ezáltal. A jelenet a felebaráti szeretetnek egy nagyon szép vizuális ábrázolása, Máté evangéliumának híres szavaira reflektál. Bizony mondom néktek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Bár markáns a különbség, a sötétbőrű mezítelen koldús, illetőleg a gyakorlatilag szinte a nyakáig páncéllal borított testű Szent Márton között, a két férfi tekintete mégis összekapcsolódik egymással, tiszteletet, szeretetet, békét sugároz egymás a tekintésük. Az égen látható finom felhőfoszlányok megerősítik a két alaknak a belsőséges kapcsolatát. Ezek a felhők nagyon különböznek a Gréco többi képét sokszor jellemző, nagyon intenzíven gomolygó, nagyon kontúros, nagyon szögletesen megformált, szinte áthatolhatatlannak tűnő felhőmasszáktól. Ezen a képen az ember nem érzi azt, hogy valamiféle spirituális átjáróval szembesül egy másik világba. Ez a festmény kizárólag a felebaráti szeretetnek és a segítségnek a földi beteljesítését mutatja. A koldus és a ló kettősét elképzelhető, hogy El Greco a nem sokkal Rómába érkezése előtt egy régészeti ásatáson előkerült Castor és Pollux szobráról mintázhatta, amely nem sokkal később került a Kapitóliumra. A háttérben Toledo városa játsza Amin szerepét tulajdonképpen. Jól kivehető a Tahó folyó és az Alcántara híd, amelyek a városnak nagyon jellegzetes képi elemei. A festménynek egy a kiállításon látható másik változatát egybehangzó vélemények szerint feltehetőleg a festő fia Jorge Manuel Teotocopuli készítette. Egyedül nevelte fel, az édesanyjának a dokumentumokban csak a neve szerepel egy alkalommal. Az eredeti festmény körvonalait hűen követő másolaton azonban teljesen más a színek hatása, mint az előző kép esetében, míg az előző képen nagyon légies, nagyon finom, nagyon lágy, nagyon harmonikusan egymásba olvadó színeket láthatunk, itt sokkal sötétebb, sokkal markánsabb, sokkal durvább színfelületekkel találkozhatunk. Míg az előző festmény az eredeti verziót színeiben és kompozíciójában olyan érzésünk van, hogy egyáltalán nem lehetne rajta semmit változtatni anélkül, hogy a kompozíció tükkéjét megbontanánk. Ennek a festménynek az esetében igazából úgy érzi az ember, hogy ez a fajta színezés, ez a fajta ecsetkezelés csak egy a lehetséges kivitelezési módok közül, és a kompozíciót tetszőlegesen lehetne valamilyen irányba változtatni. Két további vendég elem került a képre, ezek közül az egyik ez a bal oldalt látható fa, jobb oldalon pedig ez a nagyon dekoratívnak tűnő obeliszk. Az obeliszk az tulajdonképpen Jorge Manuelnek egyfajta szignatúrája is a képen, ugyanis El Greco halála után ő elsősorban építészként tudott kibontakozni, nagyon sok megrendelése volt, és a képein rendszeresen megjelennek a témától olykor idegen építészeti részletek is emiatt.